szakember ülök. Szerintem nem volt véletlen az elszólásod 56-tal kapcsolatban, mert ugye te már akkor a Madácsnál, vagy a Madács Színház tagja voltál, hogy dramaturgként. És ez a mai napig tart. Hogy? Ez egy különös dolog. Na most azt mondd meg nekem, hogy valakit, mert hogy a színház életben is azt szoktuk meg, hogy jönnek, mennek az emberek, vándorolnak. Igen. Tud, ha jól érzi magát, ha van egy varázsló, aki elő tudja idézni azt, ami a röhögéshez kell, azt az isteni derűt, vagy azt az önfeledtséget, akkor mai napig is tudunk röhögni. Azért nem tudunk röhögni, már nevetni is ritkán, bár szeretünk, mert hiányzik az önfeledtség, hiányzik a játékosság. És ezt egy színházi élmény át tudja adni a közönségnek? Hogy? Tudja őket emlékeztetni, hogy ezt vissza kellene csempészni a mindennapokban? Ilyen nincs, hogy kellene, ha valami eltűnik az életből, azt visszahozni nem lehet, felhozni lehet, ha elmerült. Uh-huh. Azt le. Tudod, említettem, hogy boxoltam. Igen. A boxedzőm, aki egy zseniális kis ember volt, amikor látta, hogy olyan nagyon